Üdvözlök mindenkit, nekroklima vagyok. Hát gyerekek, hát rég nem csináltam videót, ne ragudjatok. A munka és az egyetem együtt egy kicsit sok időt visz el, és ennek a hátrányát a videózás látja. De vágjunk is bele a mostani témába. Biztosan már láttátok, vagy hallottátok, vagy hallgattátok néhányan erről az Article 13, 13. cikk Című történetről, törvényről, amit az Európai Unió uh, megszavazott. Jelen pillanatban. Annak, aki lemaradt volna, annak most össze fogom foglalni, hogy miről szól a 13. cikk, és fogok beszélni egy olyan dologról jelen pillanatban, ami. amiről biztosan hallottatok videósokat beszélni már, de a legtöbben a saját oldalukról közelítették meg e, a dolgokat, hogy ők miben szenvednének e, hiányt, illetve hogy te miben szenvednél hiányt, hogyha például egy olyan csat, egy olyan e, videóoldalt nézel, mint a YouTube, viszont talán egyikük sem fejtette ki ennek az egésznek a nagyobb képét, és hogy mit jelenthet ez számunkra, Európában lévő élő emberekre és a jövőnkre, továbbá a médiára, ami eljutott hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán talán, talán egy kicsit szerencsés helyzetben vagyok, hát relatíve kicsit szerencsés helyzetben vagyok azzal a dologgal, hogy Angliában élek, és Anglia készül elhagyni az Európai Uniót, már hogyha végre döntésre jutnak ezt illetően, hogy elhagyják-e vagy nem elhagyják. Nem egy jó dolog, ezt természetesen nem mennék bele mélyen ebbe a, ennek a politikai részébe, hogy jó-e, hogy Anglia kilép vagy nem. De tekintve a 13. cikket, tehát ezt az Article 13-t, csak ezt, szigorúan csak ezt tekintve um, egy jó dolog, hogy Anglia készül elhagyni az Európai Uniót, mert hogy? Mit akarod ez a 13. cikk? Ugye, röviden összefoglalva, uh, egy aféle cenzúrát húz fel, mindenféle Euh, alkotás, legyen ez videó, könyv, új, újságcikk, mindenféle ilyen alkotás fölé, egy cenzurát húz fel, hogyha bármiféle forrást használsz, ami nem a tied, azért euh, neked fizetned kell. Kellene. Euh, fizetned. Tehát tegyük fel, hogy euh, én most beszélek erről a 13. cikkerről, és forrásként felhasználom, az Európai Unió ban lévő szavazás végeredményéről született cikkeket, illetve ö, az ott rögzített videót, és ezt most nekem ezért fizetni kellene annak az adott médiumnak, aki készítette ezt a ö, újságcikket vagy videót. Tegyük fel, hogyha te a Facebookon ö, olvasol valakinek egy cikkét valamiről, és az az adott illető, mondjuk a Times magazinnak használja a linkjét, hogy onnan vette az információt, akkor az az illetőnek fizetnie kéne normál esetben a forrás jogdíjáért. Jelen esetben mondjuk a Facebook kellene fizessen a forrás jogdíjáért. És a lényeg az, hogy ezzel, hogy például én is ugye játszom, és játék videót láthattok, normál esetben ugye ezért kérhetnek pénzt, és én nekem ezért kellene fizetnem nyugdíjat, hogy én felhasználom ezt, ami nem az én szellemi termékem. Tudom, hogy nem hangzik súlyos dolognak, de ez rettentő módon sérti a szólásszabadságot, Tegyük fel olyan videósok, mint a Videománia például, ugye, aki film részleteket vág ki, és ehhez kommentál, többé ilyet nem tehet meg. Konkrétan ez, 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 ez az a törvény. Nem tudom, hogy ez hogy lesz az elkövetkezendő években, mert ennek kell egy, hogy is mondjam, egy kidolgozása. A törvény megszületett, megszavazták, és most várunk arra, hogy hogy lesz ez kidolgozva és kigondolva. Uh, amire, amire ez megjön addigra, ugye az emberek kihasználják a dolgokat. Hallottunk olyanokat, és vannak olyan pletykák, hogy a YouTube vezérigazgatója azt mondta, hogy azt az fontolgatják, hogy kivonulnak Európából, mert ez már nem éri meg. Kíváncsi mi lesz majd a Facebooknak a lépése mindenre a törvényre. A legröhelyesebb az egészben az, hogy 5 millió ember írta alá a petíciót, 5 millió, hogy ne szavazzák meg ezt a törvényt. Az emberek kivonultak azért, hogy eme törvény ellen uh, szavazzanak, és az Európai Parlamenti Unió nyíltan kimondta, hogy egy ilyen petíciót, illetve uh, tüntetés nem vesznek figyelembe, és ezt megszavazzák. Akartok tudni még röhelyes dolgot? állítólag, mert a szavazás azt hiszem valami 310 valamennyi volt versus 274, talán valami ilyesmi ö, arányban ugye nyert a törvény, de állítólag voltak olyan képviselők, akik véletlenül rossz gombra nyomtak, voltak olyanok állítólag, akik azt se tudták, mire szavaznak. És ezek tekintetbe véve a szavazás ö, nem nyert volna, de ez, ez csak plegyka, tehát hogy ne tudd azt, hogy mire szavazol, meg hogy véletlenül rossz gombot nyomjál, egy plusz és egy mínusz gomb van azon a szavazó izén, és, és nem tudja, ah jó, hagyjuk. És uh, biztosan hallottátok, az sok videós beszélt arra az oldalra, hogy őket vagy őt hogy érinti, ugye a, ez a törvény valószínűleg, például engem is valamilyen szinten érinteni fog, de a mi bajunk az, hogy hogyan hozhatunk el hozzátok tartalmat, milyen formában, ez a legkisebb gond lesz. Hamarosan. Ez a törvény annyira beleszól a szólásszabadságra. Konkrétan majd, hogy nem ott járunk, ahol Kína jár a különböző törvényszabásokkal. Tehát egyelőre ugye azok a videósok, amelyek VPN-t fognak használni, azok még láthatóak lesznek Európában, de majd valószínűleg arra is fog születni egy törvény ezzel kapcsolatban. Na most kik nyernek ezen az Article 13? Kik nyernek ezen az üzleten? Igazából a médiumok, a hatalmas ugye, média csatornánk, ők fognak nyerni, mert ugye ők nagyok, ők leközik a híreket, és neked csak, ugye, hogyha te forrásként használod őket, akkor te pénzzel tartozol nekik, mert az ő tartalmukat fogod nézni. És az egyik legnőbb gond az itt fog létezni, hogy olyan szintű irányítás alá kerül a tartalom, amihez hozzájutsz, hogy nem fogod tudni, hogy mi az igazság, mert nincs ellen vélemény. Ha például Európában történik valami, és arról te kapsz egy adott hírforrástól, európai hírforrástól hírt, nem tudhatod, hogy az igaz-e, amíg nem hallasz egy ellenvéleményt, és sokszor az ellenvélemény megeshet, hogy tengeren túlról jön valahonnan, vagy Európai Unión kívülről jön valahonnan, és mivel, hogy irányítják, irányítani tudják ezáltal azt a médiát, azt a, azt a szöveget, amit hallasz, konkrétan ezzel ugye befolyásolják azt, amit gondolsz. Uh, Beach, please. Szóval, ha belegondoltok, mind emellett eltörpül az, hogy én tudok -e egy videó tartalmat gyártani, és elhozni nektek úgy, hogy ti ezzel a tartalommal lássátok, ezt a videóanyagot lássátok, amit most láttok. Nem szeretném azt, hogy olyan emberek döntsek, döntsenek arról, hogy én mit gondolok, vagy hogy mit nézek, akiknek fingjuk sincs arról, hogy mi az internet, és az egyetlen, hogy is mondjam, gondjuk az életbe az, hogy megtartsák ezt a hatalmat, amit úgy hívnak, hogy Európai Unió, ami már régóta nem egy működő nem egy jól működő rendszer, és ez azt hiszem, hogy hatalmas probléma lehet. A másik, a legnagyobb baj az, hogy erről a cikről, erről a törvényről a legtöbben nem tudnak, nem tudják, hogy ez létezik, és, és nyugodtan alszanak, de ennek sokkal nagyobb az a hatása ennek a törvénynek, főleg, hogyha majd egyre jobban alkalmazva lesz ez a törvény, sokkal nagyobb az a hatása, hogy befolyásolhatják, hogy mit gondolunk és mit hiszünk, azáltal, hogy azt adják el nekünk, amit ők jónak látnak. Mert amit nem fognak jónak látni, arra természetesen ráhúzzák a cenzúrát, mert hogy olyan tartalmat használtál, ami nem a tied. Hát meglátjuk, srácok, meglátjuk, hogy ö, hogy fog alakulni a jövő. Ez egyelőre annyi biztos, hogy az elmúlt időkben ez az egyik legnagyobb visszhangot váltó esemény, azt hiszem, ami, ami alól kihagyták az emberek véleményét. Egy országnyi ember szavazott azért, hogy ezt a törvényt ne hozták meg, és a véleményünket ugye ezt egyszerűen eltörölték. Vagy egyszerűen fontolóra sem vették. Azok az emberek, akit elméletileg mi szavaztunk oda, hogy hozzanak helyettünk döntéseket, elméletileg mi, szavaztunk, uh, mi szavaztuk őket oda. Ez um, azt hiszem, hogy, hogy nem a legjobb dolog, meglátjuk, hogy hogy lesz alkalmazva, Uh, ez a törvény a jövőben, és milyen ellenlépéseket tudnak csinálni uh, az ilyen nagyobb mondjuk videócsatornák, mint a YouTube, vagy az olyan hatalmas médiók, mint a Facebook. Uh, könnyű dolgok lehetne természetesen kivonuljanak Európából, és azt mondják, hogy le vagytok szarva. Uh, de annyi biztos, hogy a Google-nek is, a Facebooknak is ugye uh, elég nagy beleszólása van abban, hogy hogyan működik az internet, és és meglátjuk, hogy hogyan fogják ezt ö, visszavágni. Én remélem, remélem ö, hogy visszavágnak, mert, mert ez konkrétan lekorlátozza a mi szabad mozgásunkat felé, hogy azt a tartalmat fogyasszuk, amit mi szeretnénk, ö, illetve azt, hogy kételkedjünk abban a szóban, amit hallunk. Mert, hogyha nincsen ellenforrás, ellenvélemény arról, amit hallunk, akkor hajlamosak leszünk elhisz, elhinni, ami van. Um, ennyi, ennyi, ennyi lett volna, hát nem kérem, hogy dobjatok egy lájkot like erre a videóra. Um, kíváncsi vagyok viszont a ti véleményetekre. Um, mit gondoltok erről? Mit gondoltok, hogy mennyire fogja érinteni a mi életünket az, hogy hogyha ez a törvény komolyan életbe lép. Um, Mennyire lesz elérhető számunkra, hogy azt a tartalmat fogyasszuk, amit szeretünk, és hogy kételkedjünk abban, amit hallunk és olvasunk, hogy felvessük azt a kérdést, hogy vajon hiteles az a forrás? Hiteles az a főcsatorna, vagy ö, nagy ö, hírmédia, amit, amit hallunk? Hiteles? Ö, ja, ennyi. Ez, 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 ez lenne a kérdés. Hiteles forrásból fogunk-e kapni információt? Srácok, ennyi volna, köszönöm szépen! Um, iratkozzatok fel a csatornára! Fogunk még valószínűleg erről beszélgetni. Kíváncsiak, <kül> hogy fog, hogy fogják a törvényt alkalmazni, de a következő videóig, sziasztok!